Üdvözlök mindenkit a következő Benovelász nyílt adásban. Mostanában egy kicsit több ilyen műsort készítek, mert hát nagyon tetszik ez az egész, és úgy örülök, hogy most így a YouTube-ra is egyre többet tudok feltölteni. Bár most azt megvallom, hogy nem minden nap tervezek most már úgy videót csinálni, mert az nekem egy kicsit sok, és elhanyagoltam az újságomat egy picit. Ez ebben az egészben a veszélyes, mert ugye, ha már egy ilyen, ha a Benovelász magazint vesszük, nem csak az újságról van szó, hanem önmagában a videósorozatról is. Az is fontos egyébként megjegyezni, hogy egyenlő módon kell foglalkoznom az újsággal, és egyenlő módon kéne foglalkozzak a videóanyagok legyártásával is. Hiszen, hogyha most megírok egy cikket, ahhoz mindenképpen szeretnék egy szóbeli beszámolót is adni. Tehát igyekezni fogok úgy videót készíteni, hogy kicsit több időm legyen saját magammal is foglalkozni, és több időm legyen az újság naplommal is foglalkozni. Így hát most lesznek ilyen változások, nem minden nap lesznek új videók, de lesznek videók egyébként. Jó egyébként ez a mobil, de egy vele a probléma, hogy egy kicsit ki lett nyújtva. Kicsit a nyújtott lett, mikor elmentettem, mert ez ilyen lapos felbontásnak hívom ezt a formátumot. És elég lassan konvertálja át a videókat, a telefonnal felvett videókat, viszont tágas, nagyon tágas a tér. Tágas a tér, és így teljes mértékben látni lehet a világom a valós központját. Na, ahogy ígértem, hoztam nektek meglepetést, de előtte meg fogok nektek mutatni valamit. Megjelent a legújabb Benovelász magazinom. Ma nyomtattam ki a maradék oldalakat. Ebben nagyon sok minden benne van. Betettem az összes megírt cikket, beraktam az extra dolgokat. Persze teljesen nem mutathatom meg nektek a tartalmát, mert vannak benne személyes dolgok. De ez nagyon jó egyébként, mert nagyon szeretem, ez a februári szám. Fantasztikusan jó dolgok vannak benne, és benne van egy új sorozatom, mégpedig az a címe, hogy a magányos spanyol gitáros. Minden hónapban, tehát 10 hónapon keresztül lesz egy 10 részből álló novella sorozatom, az az a cím, hogy a magányos spanyol gitáros. Barcelonában játszódik a történet, és van benne egy Unai nevű srác, aki beleszeret egy román származású nőbe, de kiderül, hogy a nő nem tisztességes, így a fiú csalódik a szerelemben, és igazából ez ebből indul ki a romantikus oldal. Nem sokára felolvasom nektek a novellát, de előtte. Még valami. Ugye van ez a hülye Covid-járvány, én mindenkinek azt tanácsolom, hogyha tudja, háziorvosával írasson fel ilyen típusú Fresenius D-vitamint és ilyen C-vitamint szedjetek, hogy megelőzzétek a betegségeket. Na, reklámnak vége, jön a következő témakör. Tegnap elmentem az MG Recordsba, mert gondoltam, hogy egy kicsit elmegyek, mert most az az igazság, hogy mostában ugye nem nagyon mozdulok ki itthonról. Egy kicsit kivételt tettem, mert el akartam egy kicsit menni, császkálni, meg kicsit fotózni is el akartam menni. És mivel enyhe volt az idő, valamelyest, én gondoltam, elmegyek egy kicsivel messzebbre, és elmentem az MG Recordsba, ahol karácsony után két ünnep között vettem lemezeket, és megvettem, és vettem egy képes Mariah Carey lemezt. Ez egy limitált kiadású album. Nagyon érdekes, ez a Butterfly című albuma, ami azt jelenti pillangó. Egyébként a pillangó spanyolul meg azt jelenti, hogy Mariposa. Így néz ki a lemez. Ilyen jó pofa. Nagyon jó szaga egyébként. És arany. Olyan kis arany. Ez arany lemez lenne, arany. Arany bevonat hátul.
Szerintem is itt olyan enyhe mosószer illata van. Gondolom azért, mert kép, mert így majd tudjuk, hogy nyomták, akkor ilyen volt a... Mert úgy láttam a fekete változatát is, az persze csak 5000 forint volt, ez pedig 7500 forint. De megéri, mert ez limitált kiadás, és szeretem a limitált albumokat. Most Mariah Carey-nek az első lemezeit vásárolom meg, amelyek ilyen 140 g-os fekete lemezek, csak ez jelent meg tudomásom szerint képlemezes változatban. És ez még az utolsó olyan lemeze, amiben még jó zenéje van. Ez még az utolsó olyan albuma. És a továbbiakban a későbbi lemezei már nem tetszettek nekem. Tehát mondjuk most a múlt héten jelent meg a Charm Bracelet című lemeze, az fekete albumban, tehát így. És örülök, hogy ez a limitált kiadás megvan nekem, mert szeretem a limitált kiadásokat. Nagyon remélem, hogy az Álboránnak a Vertigo című lemeze is megérkezik hamarosan, mert én bakelit változatban is megrendeltem, mert ragaszkodtam hozzá, hogy az meglegyen. Kár, hogy az Alejandro Sanz El Alma al Aire című lemezéből csak a boxban lehet kapni a képlemezt, a picture disc változatot. Örültem volna egy ilyennek, és most mindegy. De egyébként most lesz a jövő hónapban a Phil Collinsnak a Face Value remaster kiadása picture disc formájában. Már elő is rendeltem, és február közepén fog megjelenni. Tehát már nagyon várom, hogy meglegyen. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. De én itt ismerem az albumot, az volt a legelső szóló lemeze az énekesnek. Na, Benno Velász magazin fantasztikus, jó, hogy megvan és meg tudtam csinálni. Minden kényes témát beletettem ebbe az újságba. Még a támadásos esetet is, a pincekulcsos cikk is itt van. Tehát itt lesz valahol. Aki nézi, azt betettem, hol vagy. Á, itt. És írtam egy kicsit a Facebookos, vagyis a YouTube-os oldalamról is egy összeállítást. Egyébként érdekes, most így jó, hogy így most így ezeket az írásbeli dolgokat csináltam. Tehát úgy. És most persze jön a következő számnak az elkészítése, de hát arra még rengeteg idő van, mert mindig úgymond nagyon, mert ugye minden héten, amikor összegyűlik egy 10 oldalnyi nyomtatandó anyag, akkor elmegyek, kinyomtatom, és is így pénzt spórolok vele. Tehát én ezzel úgynevezett így részletben vásárolom meg a saját újságomat. Mert ugye egy ilyen, mint mondtam, 3-4 ezer forintba is kerül, ha kinyomtatom. Egy példány. De voltam 5 ezer forintot is megér. De senkinek nem adok belőle, csak a kitalált városkámban nyomják ezerrel a kitalált állampolgároknak. De a valóságban csak egy példány van minden újságomból. És persze rengeteg cikke van téve merebb lemezen, meg mindenen. A blogomban is ott vannak a cikkek, már amennyit én megoszthatok bele, mert ugye tudjátok, óvatosnak kell lennünk, és nem szabad hagyni, hogy valaki visszaén azzal, amit mondunk, vagy ilyesmi. Nagyon sok ember ezt sajnos elfelejti, hogy bizony az internet az veszélyeket tartogat. Szeretek minden alkalommal egy újságot elkészíteni, és minél több van, annál jobb. Aztán persze később jön a többi, jönnek az újabb és újabb számok, példányszámok. Aztán meg majd idén megelékezünk a 6. évad végéhez. Fantasztikus egyébként. Nagyon szeretem. Csak oda kellem figyelnem arra, hogy nem szabad megfelelkezzek az írásról, hogyha túl sok videó anyagot készítek, mert
Mert képzeljétek el, mondtam, tudom, hogy említettem el, volt egy kis probléma. Ezt apám vett egy adaptert, rákerültek az adások, de letörlöttek. Hát elég durva volt, de szerencsére megvan az összes idei, megvan minden, tehát semmi nem veszett el, hála a jó égnek, CD gyűjtemény anyagok, és rajta vannak a számítógépemen az anyag, az epizódok. Ez most az idei évadnak ez a 20. adása egyébként, csak ugye Facebook, a YouTube-on nem az összes rész van feltöltve, mert vannak olyan részek, amiket a Facebookos titkos csoportomban osztok csak meg, illetve vannak olyanok, amiket csak magamnak teszek el, mert önmagamban terápiaként is használom ezt a műsort, és nekem nagyon fontos, hogy ezzel segítsek magamon, és ez még a kommunikációmat is segíti egyébként. Ezt tapasztaltam, amikor az esti likört és az esti bent csináltam. Most azt is terveztem, hogy idén készítek egy filmet, majd így tavasz és nyár környékén, de még majd meglátom, azaz, hogy a zenéről fog egyébként szólni. Még nem biztos, hogy belekezdek, de nagyon szeretném a telefonomat felhasználni erre az alkalomra, mert hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Tehát ennyi. Na és egy kérdésem van, megcsináltátok-e a házi feladatot? Amit mondtam az előző adásban, hogy készítsetek novellákat, vagy bármi ilyesmit, mert szerintem nagyon jó, hogyha ezt megcsináljátok. Régen, amikor még az esti bent csináltam, az ottani nézőimnek mindig mondtam, hogy vegyenek egy füzetet, és abba írják le a gondolataikat. És ha csak azoknak mutassák meg, akikben megbíznak. Mert fontos, hogy legyen nálatok egy jó kis füzet, ahova bármit berakhattok egyébként. Tehát így, és úgy, ha mondjuk nincs is füzet, akár telefonra is fel tudjátok magatokat venni, és belenéztek a képernyőbe, és akkor elmondjátok azt, hogy mi a bajotok. Most tervezek egyébként olyan adásokat csinálni, mert szeretnék majd olyan embereken segíteni, akik önbizalmi problémákkal küzdenek, csak még azt még elő kell készíteni, mert ugyan az estiben műsorban voltak már ilyen adások, csak én szeretnék újakat készíteni, teljesen friss részeket. És akkor bízom benne, hogy sokaknak fogok tudni segíteni vele. Tehát így. Jaj. Kicsit nehezen viselem ezt a fáradtságot, mert ugye front van, és össze-vissza van az időjárás. Mikor elmentem a kinyomtatni az újságomat, akkor egyre inkább az volt a probléma, hogy túl sok volt, túlságosan hideg volt, de mikor megjöttem, akkor enyhült volna az idő. És most meg napocska süt. És ilyenkor sokkal világosabbak az adásaim. Én azon is gondolkoztam, hogy most másba is bele fogok egyébként kezdeni, másfajta hobbiba is belekezdek. Csak most meg akarom várni ennek a vírusnak a végét, meg úgy érzem, messze van még a grand finál. Na jó. Hát akkor kedves nézőim, fel fogom nektek olvasni akkor a Magányos spanyol gitáros című novellámat. Ez az én kis meglepetésem nektek. Ezt a videó szakaszt külön fel fogom tenni, hogy be tudjam tenni majd az oldalamra, mert az oldalamon is automatikusan látható lesz majd vagyis hallható lesz hangos formátumban. Írásos forma és hangos forma. Jó? Na, akkor belekezdek, jól van? Ugye a művész nevem Ben Lacosta. Tehát én vagyok Ben Lacosta, de Bencének hívnak. Ben Lacosta vagyok. És így néz ki az újságomnak az a... Itt egyébként minden fotót én csináltam.
ebben a valódi barcelonai tengerpart van, és itt vannak a fejlécseim, az idei fejlécseim. Na, akkor vágjunk bele, jó? Mindenki most dőljön hátra, fogjon egy pohár üdítőitalt, dőljön el, helyezze magát kényelembe, és hallgassátok meg a novellámat. Első rész lesz most. Ben Lacosta, a magányos spanyol gitáros. Első rész. Viszonzatlan szerelem. Meleg, nyári nap volt Barcelonában. Alig ért véget a délutáni siesta, újra beindult az élet a városban. A 20-as évei elején járó Unai még az ágyat nyomta. Egy bolt feletti kis lakásban éldegélt, amelyet egyedül kitárja társaságában. Nem volt tévéje sem, csak egy kis zsebrádiója, amelyet időnként bekapcsolgatott, mivel tudni akarta, mi zajlik szerte a világban. Rossz hírek, csupa probléma, halál, veszteség, terrorizmus. Unai sokszor rossz kedvű lett, miután meghallgatta a reggeli, a déli, illetve az esti híreket. Többnyire ugyanazt mondogatták, csak éppen más felállásban. Unait érdekelték a világ dolgai. Szülei halála után otthagyta a szegény negyedet, ahol élt, majd a belváros csendes utcájában lelt medéket, egy kiadó szobácskában, melyet aztán a szüleitől kapott kis örökségéből véglegesen megvett. Itt nem akarta senki, és nem zavarta senki. Olykor besegített a lenti boltosnak, ki szintén magányos volt, csupán idős és beteg felesége maradt neki, miután egyetlen gyermekük elhunyt egy ritka betegség következtében. Unai sokat járt le az idős nénihez, Onához, de Bert, a férje, nem nagyon tudott foglalkozni vele a bolt vezetése miatt. Mikor nősülsz meg, édes fiam? Kérdezte Ona, miközben az ágyában feküdt. Nem tudom, Ona néni. A szerelem majd jön magától, válaszolta Unai, de a választ nem biztos, hogy meghallotta Ona, ugyanis az asszony elaludt. Unai kiment a tengerpartra gitárja társaságában, majd leült a lehűlőben lévő lágy és száraz homokba. Nézte, ahogy a tenger hullámai egyre nagyobbak lesznek. Kezébe vett egy kékes-fehér sejmes kavicsot, zsebre tette, majd figyelte a körülötte lévőket. A nap búcsúzni készült. Világosan narancsárga volt az ég, de a felhők kékes-lilás színei is megjelentek. A levegő hűvösebb lett. Unai szerette, amikor enyhén liliba bőrös lett. Kezébe vette a gitárját, majd egy Alejandro Sanz dalt, a Seremos Libres-t, Szabadok leszünk, játszotta el. A strandolók tekintete a férfira irányult. Unai énekelni is kezdett. A férfi mélyen beleélte magát a játékba. Tekintetében látni lehetett a zene iránti szeretetet. Az emberek csak nézték. Egy fiatal lány elsírta magát, mert annyira meghatotta a zene. Ez gyönyörű, mondta Irina, aki odalépett Unaihoz, és leült mellé. Miután Unai befejezte az előadást, döbbenten látta, hogy mennyien megnézték. Mindenki megtapsolta őt. Köszönöm mindenkinek, hálálkodott Unai, majd sietve távozott a partról. Irina, a fiatal lány, utána sietett, és megszólította a férfit. Várj, kérlek! Nagyon megérintett a zene. Ismerem Alejandro Sanz zenéjét. Furcsa volt gitáros változatban hallani. Örülök, hogy tetszett. Én Unai vagyok. Téged hogy hívnak? Én Irina vagyok. Romániából jöttem. Turista vagyok. Épp a nyári szünetet töltöm itt. Irina nagyon szép fiatal lány volt. Unainak rögtön megtetszett. Van kedved enni velem grillezett húst? Kérdezte Unai. Sajnos nem lehet, itt vannak a diáktársaim is. Velük töltöm az estét. Minden esetre köszönöm a meghívást. Talán megejthetjük a napokban. Itt vagyunk minden nap a parton. Válaszolta Irina, majd megpuszítta Unai arcát, és visszament a barátaihoz. Unai elindult a partról be a városba. Az utcán nagy volt a nyüzsgés. A férfi egy sikátorban keresett menedéket. Volt idő, amikor szívesen szigetelődött el a társadalomtól. Egyre sötétedett, és minden sötétkékké változott.
Unai hátradőlt a falnak, letette a gitárját, és könnyezni kezdett a szeme. Magányos volt, nem voltak barátai. Szeretett volna tartozni valahova, viszont nem járt sikerrel. Amikor úgy érezte, hogy összejön valami, az adott társaságról kiderült, hogy csak rosszba akarták vinni. Unai felemelte a gitárját, és visszament az utcára, ahol már égtek az esti lámpák. A férfi ismét leült, és egy nagyon szomorú dalt kezdett játszani a mellette elhaladó embereknek. Bánatát, gondolatait játszotta bele hangszerébe, és arra várt, hogy talán valaki a barátja lesz. Nem így történt. Az emberek mentek tovább. Unai éjfél körül teljesen kimerülten indult vissza kis lakásába, majd fáradtan ájult be az ágyába. Olyan mélyen aludt, hogy meg se hallotta a lakása alatt zajló éjszakai élet zaját. Unai egészen máshol volt. Egy álom mélyén, ahol egy teremben állt, fekete-fehér hangulatban, talpig ünnepi ruhába öltözve. Egy zongorához ült, és játszani kezdett egy Alejandro Sanz dalt, az El Alma al Aire-t. Minden tekintet rászegeződött. Előkelő emberek csodálták a csodálatos zenei játékot. Néhány női néző legyezte magát, mert nagyon meleg volt a teremben. A neonlámpák is ontották magukból a forróságot. Unai a játék után izzadva felállt. Mindenki megtapsolta. Unai meg volt hatódva. Így szólt a közönséghez. Szüleim azt akarták, hogy zongorista legyek, de végül nem lettem az. Nekem a gitár a szerelmem, az egyetlen társam. Az apám 5 évesen zongorázott, és anyám pedig zongoratanárnő volt. A gazdasági válság döntött minket nyomorba. Szüleim elvitte a bánat, és én menekültem a szegénységből. Tessék élni hagyni, boldogan, mondta Unai, majd a férfi az ágyában találta magát. Csak egy álom volt, egy rossz lidércnyomás. Unai teljes kávét főzött, majd miután lehörpintette, elindult. Bert sírására lett figyelmes, aki felesége ágyánál ült. Mi történt, Bert bácsi? Kérdezte Unai. Fiam, Mona elhunyt, elaludt. Unai odalépett az asszonyhoz, és megnézte, van-e púzusa. Nagyon sajnálom, Bert bácsi. Ó, fiam, kiabálta fájdalmasan Bert, majd megölelte Unait. Mona nénit elhamvasztották, majd a tengerbe szórták. Mona vágya volt, hogy a tenger legyen a végső nyughelye. Tudod, fiam, ő korábban búvár volt, és legyűközte a víz alatti élővilág. Most már itt lehet a kedvenc helyén. És én nem sokára megyek utána. Csupán időkérdése is, ismét együtt leszünk. Én, ő és a gyermekünk. A halálunk után nem érzünk semmit sem. Elhagyjuk a földi világot, ahol a gonoszság óriási erővel terjed. Nekem nincs sok hátra, fiam, mondta Bert. Unai nem tudott erre mit mondani. Csak nézte, ahogy Bert magában nyomja a vodkát. Miután partra értek, Unai megpillantotta Irinát, a kép labdázott a barátaival. Unai odaszólt neki. Irina, gyere! A lány már nem volt olyan kedves, mint a múltkor. Ellenségesen nézett Unaira. A lány mellett álló fiú felállt, és odalépett Unaihoz. Mit akarsz a barátnőmtől? Szállj le róla, amíg szépen mondom. Ő az én csajom. Ne akard elvinni sehova se. Unai torkában gombócot érzett. Teljesen váratlanul érte ez a támadás. Elszámolt 10-ig, majd így válaszolt. Nyugalom. Nem tudtam, hogy Irinának van valaki-e. Szép napot, mondta Unai, majd fogta Bertet és hazavitte. A férfi teljesen részeg volt. Unai jósata bevált. Bert alig egy hónap múlva követte Onát és gyermekét. Alkoholmérgezésben halt meg. Unai teljesen magára maradt. Ugyan megörökölte a boltot, de egyáltalán nem tudta, hogyan vezesse. Fred adott hát egy hirdetést. Teltek a napok és a hetek. Unai minden nap kiállt a tengerpartra gitározni, énekelni. És volt olyan este, amikor csak a templom lépcsőjén üldögélt és játszott. Irina már messze volt. Elment a női csalódás, vissza se jöjjön, mondogatta magában Unai. Ám a lelki fájdalmak nem tudtak parancsolni. Marcangolta, égte. Égte a fájdalom és a belső kétségbeesés, hogy játszottak az érzelmeivel. Unai bár ebben az állapotban, de úgy döntött, ismét a zenébe temetkezik. A következő napokban
újabb és újabb turisták érkeztek Barcelonába. Unai a Parc Montjuïcban sétált, szeretett volna csatlakozni egy ottani épp próbáló zenekarhoz, de hamar ráeszmélt, hogy van gitárosuk. Újabb esti kavalkádban találta ezután magát a magányos gitáros. Unai az egész napos mászkálás után leült a templom kövére, és belekezdett egy dalba, közben szemeiből könnylabdák gurultak lefelé. Ezúttal a saját dalát énekelte fel szomorúan, öklendezve. Mikor jön el hozzám a szerelem? Miért nem akar senki sem engemet? Irína, te kis vadóc, miért tetted ezt? Más lány nem fog úgy szeretni, ahogy te. Vagy sosem szerettél, csak játékot voltam. Sosem gondoltam, hogy úgy bánsz velem másnap. Ekkor az embertömeg emberkavalkád megállt. Nézték Unait, és ők is szomorúak lettek. Mert volt egy férfi, aki képes volt szavakba, dallamokba önteni érzelmeit. Köztudott volt, hogy az érzelmek manapság nem számítanak értéknek, mert az gyengeségnek tartják, gyengeségnek nevezik. Ki akarlak tépni a szívemből, lelkemből mindörökre, de te olyan vagy, mint egy gyógyíthatatlan vírustüske. Nincs gyógymód, én banatos és sebzett szívemre, te okoztad Irina, váljék egészségedre. Legyen átkozott a nap, amikor a parton gitároztam, legyen átkozott a pillanat, amikor odajöttél hozzám, miután játszottam. Unai a dalai éneklés után rájött, hogy mennyien figyelik. A fiú nagyon elszigyelte magát és elindult. A Corte Inglés mellett haladva érezte magát biztonságban. Most már nem figyelnek, szerencse. Éhes vagyok nagyon, mondta magában Unai, majd elindult egy grill étterembe. Nagyon késő este volt. Fiatalok szívták a bódító marihuanás cigarettát. Unai betért az étterembe, és rendelt egy tál grill húst vegyesen. Hozzá szangriát ivott. Miután nekilátott az evésnek, Unainak eszébe jutott Irina. De szerettem volna elhozni őt ide. Kit? Kérdezte a báros. Ó, maga, ha azt tudná. Megismertem egy lányt, de játszott velem, játszott az érzelmeimmel, panaszkodott Unai. A nők egy része már csak ilyen. Tudod, velem is ez történt, mikor 16 éves voltam. Kiskamasz koromban szédített meg egy táncos nő, olyan, aki az éjszaka királynője volt, és itt Barcelonában esett meg. Most 54 vagyok, túltettem magam rajta, de mire betöltöttem a 18-at. Az a táncos nő francia volt, és 21 éves. Ő vett el az ártatlanságom, ő volt az első nő az életemben, mondta a város. Sose látta viszont? Kérdezte Unai. Sosem. Csak a piros boás fellépőit hagyta nekem emlékül, és örökre kis éthalt, ha úgy vesszük, elutazott Franciaországba. Aztán megismertem a feleségem, akivel a bárt működtetjük. Csapos vagyok, de néha főzök is. A nevem Gilbert, a feleségemmel, Luzzal nagyon boldog házasságban élünk. 7 gyerekünk van, de mind felnőttek. És érdekes, 21 évesen lettem először apa, 22 évesen nősültem. És bevallom neked, fiam, Luz jobb volt az ágyban, mint az a francia nő, akinek még a nevét sem tudtam. Hidd el, te is túl fogod tenni majd magad ezen a csitrin. Hogy hívnak, fiam? Kérdezte Gilbert. Én Unai vagyok, és egyedül élek. Viszívas sem, én is 21 vagyok. És talán a véletlen műve lehet? Valószínű, de sose add fel. Az igaz szerelem bármikor bekopogtathat az ajtódon, csak adj elegendő időt magadnak, és sose felejtsd el, mindenkinek jár a boldogság. Nagyon szimpatikus vagy. Szívesen látunk máskor is az étteremben. Köszönöm, Gilbert, mondta Unai, majd hajnalig beszélgetett a tapasztalt bárossal. Az álmos fiú lement a tengerpartra, és fürdött egyet. Kihasználta, hogy nincsenek most ott a turisták. Miután jót mártozott, addigra a nap is felkelt. Unai megszáradt, majd újra játszani kezdett. Ezúttal egy újabb Alejandro Sanz dalt, a Pisando Fuertét. El fogom felejteni ezt a nőt, mondta magában Unai, majd szépen lassan megérkeztek a nap első turistái. Vége az első résznek. Hogy tetszett? Ezt a novellát én tavaly ősszel kezdtem el, de valahogy nem akartam folytatni, nem értem miért. Aztán elhatároztam, hogy csinálok belőle egy mini sorozatot, egy mini novella sorozatot. 10 részesre szeretném, és amúgy egyébként most az érdekességeket elmondom nektek, hogy
ez a hely, ez a grill hely, ez a grill étterem, ahol Unai szerepe volt, ott én már voltam. Isteni finom grill húsokat tettem. Ugye én pontosan idén lesz 10 éve, hogy Barcelonában voltam a nővéremmel és a sógorommal, és a második este, mikor mentünk vacsorázni, láttam fiatalokat, akik a marihuanás cigarettát szívták, és olyan büdös szaga volt. És volt egy ilyen grill étterem, egy nagyon finom grill étterem, ahol ilyen vegyes grill húsokat ettem, és a nővérem meg a sógorom szangriát ittak, én pedig egy nagy kancsó ásványvizet ittam. A barcelonai tengerpartot lefényképeztem, levideóztam, és a Parc Montjuïc is létezik. Ott, amikor voltunk a nővéremmel, meg a sógorommal, ott igazi narancsfák vannak, és ott volt egy éppen próbáló zenekar. De olyan vicces dalokat énekeltek. Ez az, amit lefényképeztem. Ez a Parc Montjuïc egyik sikátor része. Ez meg a másik része a Parc Montjuïcnak. Ezt a gitárt abban a gitáros boltban fotóztam le itt Budapesten, amikor a Színművészeti Egyetemet néztem meg lezárva. Kíváncsi voltam rá, akkor vettem azt a két dobberőt, és itt van ez a, és lefényképeztem egy gitárt, és ez a dolog. És persze majd lesz, hogyha majd elkészül a 10 rész, a karácsonyra akarom elkészíteni az egészet, akár karácsonyra lesz kész, akkor majd egy ilyen kis mini 30 vagy 40 oldalas novella lesz belőle. Ilyen novella sorozat lesz belőle. De benne van egyébként a az újságomban is, tehát kétszer lesz kinyomtatva. Mindenképpen ez volt a meglepetés, amit minden hónapban egyszer fogok. És persze szeretnék majd másfajta novellát is írni még, mert most vissza akarok térni a novella írásokra. De persze ugye ott van még az Angeles című sorozatomnak a megírása, amit még folytatnom kéne, mert idén legalább még két sorozatot szeretnék megírni. Csak minden szép sorjában egyébként. Hát akkor most búcsúzni szeretnék, mert most kicsit már elfáradtam, most vagyok sorozatot nézni, és akkor bízom benne, hogy tetszett nektek ez a kis történet, és mindannyiótok kicsit elgondolkodott rajta. Van, hogy néha félreolvasok szavakat, ezért egy kicsit ugye észrevehettétek, de ez állapotommal együtt jár, ezt el kell fogadnotok, ha elfogadjátok. És következő alkalommal, nem tudom mikor jövök legközelebb, de hozok valami jó kis témát, önbizalmat fogok építeni nektek. Arra gondoltam, hogy segíteni szeretnék rajtatok egy kicsit, hogyha szomorúak vagytok, akkor nagyon szívesen. Na, nagyon szívesen segítek tanácsokkal. A show pedig folytatódik. A Benovelas magazin. Benovelas magazin egyébként a Benovelas televízióhoz tartozik. Kitalált TV csatornámhoz. Na jól van. Egyébként képzeljétek el, nekem is van egyébként ilyen mulatosom, a Latin Club Bar. Ezt meg elmondom nektek, mert tudatok egy ilyen, hogy nekem egyébként van a első számú Kitalált TV csatornámon szombat esténként a Latin Club Bar című műsor, ahol mindenfajta jó kis zene megy, és este 8-tól 23 óráig tart. És olyan műsor, ahol meghívott vendégek vannak, ahol izzik a latin zenei hangulat, de persze van 80-as évek is. Olyan világ, amit én szeretek. És a Kitalált TV csatornámon is mennek ezek a videók. Meg persze van a Benovelas magazin, meg egy 30 perces külön adása a csatornámon, minden hétköznap. Nagyon érdekes. Büszke vagyok erre az újságra, ebben a Benovelas magazinomra. Benne van a Vertigo is.
Na, hát akkor kellemes napot nektek, és találkozunk majd a következő adásban. Sziasztok!